Üdvözlet mindenkinek! Nemrégiben jelent meg a Brávának az új festési színtervvel ellátott mávos, mávstartos talentje, és egy nagyon kedves modellező társam jó voltából hozzájutottam egy gyári hangos verzióhoz, itt vendégeskedett nálam ez a motorvonat pár napig, és volt lehetőségem kipróbálni, valamint, hogyha már itt volt a szerelvény, úgy gondoltam, hogy megnézem egy picit közelebbről, bemutatom nektek, hogy sikerült ez a motorvonat. Tartsatok velem a videóba, és nézzük meg a szerelvényt. A dobozból kicsomagolva egy nagyon meggyőző modell tárul elénk, így első látásra nagyon sok részlet, nagyon szép kivitelezés, és tényleg a talent minden egyes jellegzetessége visszaköszön itt a modellbe. Nézzük meg közelebbről a járművet, hiszen az ördög pont a kis apró részletekben rejlik. Mivel ugye egy elég nagy járműről, elég hosszú járműről beszélünk, ezért így most szétszedve marad itt előttem az asztalon, és akkor úgy nézegetem végig a különböző kis dolgait. Föntről lefele fogunk haladni, ugye ahogy szoktuk, a járműnek a tető berendezéseivel kezdjük. Alapvetően ugye a talent teteje egy viszonylag egyszerű dolog, található rajta egy darab áramszedő, némi kis berendezés, itt ugye egy főmegszakító, illetve különböző ilyen porcelán szigetelők, illetve ugye a klímáknak a hűtőgép csoportjai, valamint itt a különböző kiegészítőknek a fenti kis elektronikái. Nem vagyok szakértő, úgyhogy ezt majd aki jobban tudja, az majd kijavítja esetleg a kommentekbe. Illetve ugye itt van egy légterelő a vezetőfülke fölött, továbbá ugye kis szellőzők, trepnik és egyéb dolgok. Alapvetően ugye ami modellezőknek érdekes szokott lenni, az az áramszedője a járműnek. Én azt mondom, hogy egész szépen ki van dolgozva, viszont picit nekem elnagyoltnak tűnik ez a részlet. Az eredeti járműn így a képek alapján nekem sokkal filigránabbnak tűnik az áramszedő, viszont cserébe megnéztem, eléggé masszív, tehát talán nem kell annyira félni attól, hogy felső vezetékes üzem esetén eltörik. Emellett ugye ott megtalálhatóak a különböző kis porcelán szigetelők, vezetékek, egész szépen kidolgozta a gyártó ezeket a részeit a járműnek. Ha tovább megyünk, ugye itt található egy klíma kültéri hűtőgép csoportnak, illetve különböző berendezéseinek való ilyen kis dobozka. Alapvetően ez is szépen meg van csinálva, finom kis részletek, tamponozva vannak rá a különböző kis feliratok, valamint itt van egy kis ezüst színű dobozka, szerintem ő az, ami itt a hajtás meg egyéb dolgokhoz tartozik. A vezetőállás felett pedig található szintén egy ilyen kis dobozcsoport, valamint ez a légterelő, ami ugye azt hivatott, hogy itt áramvonalassabbá tegye a formáját a járműnek. És hogyha tovább megyünk, ugye akkor a járműnek az eleje fog következni, és szerintem itt van az a rész, ahol ugye sokan joggal is szerintem akár felhorkanhatnak, mert hogy itt valami nem teljesen stimmel. Ha jobban megnézzük, akkor igazándiból az igazival összehasonlítva azt fogjuk látni, hogy formailag, ami eltérés van, az itt a csatlás környékén van, a saku környékén van, illetve itt a lekerekítéseknek az íve, az nem pontosan követi azt, ahogy az igazi járműnél ez ki van alakítva. Ha oldalról megnézzük a járművet, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy egy kicsit tompább a motorvonatunknak az orra, mint az eredeti járműnél. Nem tudom, ez miért így van, a korábbi kiadású járművek is mind ugyanezzel a formával jöttek, valamiért ezt a részletet nem sikerült megfelelően leképezni a gyártónak. Ami még érdekes, hogyha szemből megnézzük, akkor itt a kis bemélyedés, ahol a kapcsoló szerkezet, a saku kapcsolós szerkezet van, ez teljesen ilyen téglalap alakú, viszont ha megnézzünk egy képet az eredeti járműről, akkor azt fogjuk látni, hogy ennek ilyen kis fordított trapéz alakja van, és itt a szélei sokkal lágyabbak, sokkal jobban el vannak tompítva befele. Maga a saku is sokkal kijebb van az eredeti gépen, hogyha megnézzük, tehát sokkal kijebb áll innen
a kasznitól. Itt bizony valamilyen oknál fogva nem sikerült eltalálni a gyártónak a motorvonat pontos formáját. A vezetőállás és környékénél a magyar járművön ugyan helyes az, hogy ezek az üvegek teljesen átlátszóak, viszont a mögöttük levő műanyagnak a színezése az nem megfelelő, az eredeti járművön ez egy sokkal sötétebb, szürke, árnyalatú burkolat van ott bent, így nagyon leugrik az, hogy szinte világítóan fehér ez a kis vezetőállás imitáció. Ugyanez a helyzet ott fönt a viszonylatjelző tábla melletti részen is, annak is sokkal sötétebbnek kellene lennie. Tartozik egyébként a járműhöz külön kiegészítőként felszerelhető ablaktörlő, ezt a kis tartozékos zacskóban találjuk meg, ezt föl lehet ide tenni. Egy ilyen eléggé filigrán vékony fotomaratott alkatrész, mivel kölcsönjárműről van szó, én nem is raktam föl. Lejjebb menve itt a pályakotró az így szemre nekem stimmelt, illetve oldalt is itt az ablakok kialakítása, meg a többi részlet az szerintem így formailag jól van eltalálva. Ugyanúgy, ahogy ha tovább megyünk, ugye magának a járműnek az oldalfala is szerintem nagyon szépre sikerült, abszolút jól hozza azt a talentra jellemző ilyen kicsit lekerekített, ilyen félköríves formát. Az ablakok mérete is megfelelő, az ajtók mérete is megfelelő, nagyon szép finomak itt a panelvonalak is, ez külön tetszett nekem, illetve itt ugye a tetejénél van egy ilyen nagyon finom kis rácsozat, ez is meg van jelenítve. A járműnek az ablak és ajtó kiosztása is teljességében megfelel a magyar járműjéhez. Ha megfordítjuk a motorvonatot, akkor itt alul is találunk különböző berendezéseket, ezek ki vannak dolgozva, a mozdonynak az alvázára is figyelt a bráva, hogy ez is kellőképpen részletes legyen. Ugye láttuk korábban a Flirtnél, hogy ott egy sima, egyszerű teli műanyaglap volt, itt látszanak azért kis légtartályok, magának az alváznak a szerkezeti elemei, és különböző ilyen kiegészítő dolgok, mint itt például szerintem ilyen elektronikai meghajtáshoz kapcsolódó kis dolgok. A motorvonatnak a forgóváza nagyon szép, tényleg, ezt szerintem nagyon jól eltalálta a gyártó, nincs lespórolva róla semmi, nagyon kis éles, filigrán minden részlet, minden kis apróság, vezeték, amilyen szinten lehet, az ki van rajta dolgozva, sőt a forgóvázon még tamponozás is található. Érdekesség egyébként, hogy úgy van kialakítva a hajtott forgóváza a járműnek, hogy maga a forgóváz maszk az jobbra-balra tud elmozdulni, fölfele-lefele nem, viszont benne a kerekek, maga a hajtás része az hasonlóan a pikó széléhez így le tudja követni a pálya különböző egyenletlenségeit. Ez ugye azért hasznos, mert eléggé passzentosra csinálta itt a gyártó ugye ezt az alkatrészt, és ahhoz, hogy ne legyen túl nagy távolság, illetve ne kelljen túl sokat torzítania rajta, ezért így oldotta meg ezt a dolgot, ez nagyon hasznos, egyébként a Cilinél is nagyon szépen néz ki ez az egész. Összességében egyébként jól eltalálták a színtervet, szépek a színek, nagyon szép élesek a feliratok, minden kis piktogram, minden kis apróság ott van, ahol lennie kell. Külön érdekesség, hogy itt az ablakokon, a vészkijárati ablakokon ott van a kis piktogram, rá van tamponozva az ablakra. Láthattunk már ugye ilyet korábban, és a Bráva Halber Statikon is nagyon jól megoldotta ezeket a dolgokat a gyártó, úgyhogy valószínűleg ez már rutinból ment neki. A festéssel is abszolút jól megbirkózott, sehol nem láttam semmilyen komolyabb maszkolási hibát, színátfolyást. Ami érdekes, hogy járműnek a finise nem teljesen matt, hanem ilyen félfényes, ilyen semi-gloss típusú bevonattal van ellátva, és ugyanez igaz itt oldalt is lehet látni, hogy egy nem teljesen fényes, de hogy nem is az a nagyon durván matt. Szerintem lehet, hogy egy picit egyenletesebb, selyemfényű esetleg jobban mutatna így ebbe a méretbe a járművön. Ami nekem még szívfájdalom, hogy a festésnél, itt a csuklónál valahogy itt nem sikerült lekövetni az igazi járműnek a jellegzetességeit, ez az egész csukló alagútnak a széle maradt egyszínű
fehér, itt az eredeti járművel ellentétben nem lett oda bevíve a szín. Az ablakok azok végig sötétítettek, át lehet rajtuk látni egy picit, de alap esetben, hogyha nappal használjuk a járművet, akkor így nem igazán látunk bele. Viszont a gyártó szerelt bele gyári belső világítást, ugye ez a korábbi Brava Talenthez képest egy fejlesztés volt, ugye abban nem volt belső világítás, ebben a motorvonatban már került belső megvilágítás is, illetve pótolták azt a részletet, ahol ugye korábban, ahol a hajtásház volt, ott egyszerűen a korábbi Talentben ott nem volt semmi, most itt ezt a részt is pótolták, ugye azon a részen gyakorlatilag ott nincsenek ülések, viszont nincs is teljesen lefalazva az a rész, mint a piros verzióban volt. A belsőjével kapcsolatban még annyi, hogy hiába kidolgozott, nem festett, tehát egy egyszínű beltérrel rendelkezik a motorvonat. Ez azért egy picit fura, mert korábban ugye láthattuk, hogy a Brava azért képes nagyon szép és nagyon minőségű kocsibelsőket gyártani, például a Halberstadti kocsiknál, hogy egy nagyon jól kidolgozott, részletesen festett és pontos színekkel rendelkező belsőt találunk. Hát ebben a motorvonatban egy sima, egyszínű belső került. Igazándiból nappali használatnál annyira nem látványos, éjszaka viszont egy picit fura nekem, hogy bekapcsolt fények mellett olyan kicsit sivárnak tűnik belül a motorvonat belseje. Itt a csuklónál, hogyha nagyon-nagyon extrém széthúzzuk, akkor egy picit ott be lehet látni, de az se annyira zavaró. Maga a világítás is abból a szempontból egész jól sikerült, hogy én nem találkoztam semmiféle komolyabb fényszivárgással, nagyon szépen megoldotta ezt a gyártó, kellőképpen vastag maga a járműnek az oldalfala, és ugye a festés is sokat segít, hogy nem szűrődik át ki semmilyen fény bentről kifele. Ami még zavaró lehet, az itt a csuklós részeknél, hogy azért valamilyen szinten be lehet látni oda, és lehet látni ott ugye az elektromos csatlásokat. Talán még egy picit így világosba is látszik, hogy ott van benne valami, illetve ott ugye nincs belső berendezés, hát ezt máshogy nem tudta megoldani szerintem a Brava, ott látszanak a kis átvezetések, illetve ugye ez a kis csatoló foglalata is a járműnek. Ez a motorvonat, ez egy gyárilag digitális hangos verzió. Meghallgattam, abszolút el tudom hívni azt, hogy ez egy Talent, azok is így szoktak zúgni. Viszont fejlesztésként belekerült magyar hangos bemondás is, ezeket elő lehet hívni a megfelelő funkció gombokkal, plusz pont a gyártónak, hogy figyelt erre is, hogy ne csak a korábbi piros Talentbe található osztrák bemondás legyen benne, hanem szépen bemondja a magyarul is, hogy melyik állomás következik. A Lapsor ZRT köszönti Önöket Győri közlekedő járatán. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vonaton tilos a dohányzás. Kellemes utazást kívánunk! Die Mannschaft AG begrüßt Sie recht herzlich im Zug nach Dürr. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Mannschaft, welcome to the train to Dürr. We wish you a pleasant journey. Világítás tekintetében a beltér világításon kívül még ugye van vezetőfülke világítás, van iránytábla világítás elől is és oldalt is. Illetve ugye a már említett beltér világítás kapcsolható külön. Ami feltűnt, hogy magának a színe a beltéri világításnak az picit fura, ugye ezekben jellemzően ilyen hidegfényű fényforrások vannak a Talentekben, illetve a viszonylat kijelző világítása sem teljesen passzol, ennek ilyen zöldes színűnek kellene lennie, a modellben pedig nem ilyen színű. A terepasztalra helyezve nekem egyébként egy nagyon pozitív csalódás volt így mindezek ellenére a modell, nagyon jó visszaadja a magyar Talentnek a hangulatát, a feelinget. Nyilván akinek ez kevésbé számít, és a részletekre koncentrál, ott annak nem fog vigaszt nyújtani, viszont tényleg így betéve a többi járművem közé, új szinterves kafkocsik mellé, startos Taurus mellé, gyesebb Vectron mellé, nagyon jó megállja a helyét, nagyon szépen beilleszkedik oda a kis millióbe.
Nekem semmilyen komolyabb problémám nem volt a járműnek a hajtásával. Ugye úgy néz ki a dolog, hogy itt az egyik forgóváz hajtott az egyik végén, név szerint ezen a végén. Itt található benne egyébként maga a motor. Itt a terepasztalon mindenfajta probléma nélkül nagyon szépen elközlekedett. Emelkedőnél semmilyen probléma nem volt vele, nagyon szépen föl tudott jönni. Mindenféle átmenetekbe vizsgáltam, különböző váltókombinációkon sehol nem találtam vele komolyabb problémát, nagyon szépen el tudott közlekedni, még a nagyon szűk ív-ellenív kombinációkon is lenn a tároló vágányokon, úgyhogy elég biztosan tudott üzemelni ez a jármű. Áramszedési problémákat se tapasztaltam vele. A Brava a motorvonat áramszedésével viszont elkövetett egy nagyon érdekes dolgot, mégpedig azt, hogy irányszelektíven szedi vagy az egyik, vagy pedig a másik oldalról, ugye attól függően, hogy merre van irányba állítva a motorvonat. Ennek az lehetett az oka, hogy analógba, illetve ABC vonat befolyásolással is tudjon üzemelni a jármű, viszont mivel a hajtott forgóvázban mind a két tengely tapadógyűrűvel van ellátva, ezért gyakorlatilag, hogyha arra megy a szerelvény, akkor összvisz kettő tengelyen szedi az áramot, és ez bizonyos esetekben okozhat problémát. A másik irányba, a nem hajtott végen, ott összesen négy tengelyen tudja mind a két oldalt szedni az áramot. A funkció vezérlését a gyártó egy relére bízta, amit az AUX 3 és AUX 4 kimeneten lehet vezérelni. Gyári beállításként ezt a relét az vezérli, hogy éppen ugye melyik irányba megy a motorvonat. Sajnos arra nincs lehetőség, hogy kiiktassuk ezt a funkciót teljesen, és mindegyik tengelyen szedjük az áramot a motorvonattal, viszont ha tapasztalunk olyan áramszedési problémákat, hogy az egyik irányba gond nélkül elmegy a jármű, a másik irányba pedig megakad akár a váltók polarizálatlan szívein, vagy egyéb helyeken, akkor lehet azzal próbálkozni, hogy egy olyan beállítást választunk, hogy lefixáljuk azt, hogy mondjuk a motorvonatnak a nem hajtott fele szedje fixen az áramot, ott ugye négy tengelyen tud áramot szedni, és akár milyen irányba megy a jármű, akkor is megtartja azt, hogy onnan szedi az áramot. Ez a legtöbb esetben így a visszajelzésekből, akikkel én beszéltem meg, akik megosztották erről a tapasztalatukat, azt mondták, hogy javította helyzeten. Fontos megjegyezni, hogy nem minden esetben fordul ez elő, nálam is igazándiból probléma nélkül közlekedett a motorvonat, még a polarizálatlan váltóimon is, de előfordulhatnak olyan váltók, olyan pályaszakaszok, ahol problémát jelenthet, hogyha a hajtott félel előre megy a motorvonat. Amire egyébként érdemes figyelni, az az, hogy itt a hajtott forgóvázon, itt mind a két tengely, ez tapadógyűrűvel ellátott, szóval hogyha valakinek foglaltságérzékelős vagy ABC-s rendszere van, akkor arra számítani kell, hogy ezek jó eséllyel nem fogják beütni a foglaltságérzékelést, hanem a következő forgóváz lesz majd az, aki jelet fog adni a rendszernek, illetve venni fogja az ABC jeleket. Erre érdemes egyébként kalkulálni, érdemes egyébként felkészülni. Ugye, ha programunk van, mint például a train controller, ott be lehet állítani irányfüggően, hogy mennyi legyen az a távolság, ahol ugye érintkezési pont van, illetve hát ABC-nél akkor rövidebbre kell venni a fékutat, hogy mindkét oldalon meg tudjon állni a szerelvény. Egyébként, ami még egy picit engem, hát nem is azt mondom, hogy zavart, hanem picit azért megnehezítette a dolgomat, az itt a elektromos és fizikai kapcsolata a két szekció között. Ugye alapból így kapjuk meg, ahogy látjuk, két részre van szedve. Ezt nekünk kell összerakni. Itt először is van egy fizikai kapcsolatunk, egy mutatom is, egy ilyen kis... Hát leginkább egy nem kapcsolóra emlékeztető ilyen kis valami van, ami a túloldalt egy ilyen kis foglalatba belepattanik. Viszont mellette itt van egy tüskesorunk is, amire rá kell kapcsolni még az összeszerelés előtt a másik felébe található ilyen kis vezetékes összekötő kábelt. Na most
Túl azon, hogy ezért igényelni némi precizitást és molyolást, szétszedéskor nagyon kell figyelni, mert maga a fizikai kapcsolat, azt egy elég határozott mozdulattal kell szétpattintani, viszont nem szabad utána túl sokáig húzni, mert azért ez a vezeték annyira sokat nem enged. Érdemes figyelni rá, nehogy kiszakítsuk innen a forrasztásokat és magát ezt a csatlakozót, úgyhogy erre mindenképpen érdemes figyelni. Szétszedésnél úgy érdemes végezni a műveletet, hogy fogjuk a két hüvelykujjunkat, meg a két mutatójunkat, ide behelyezzük a mutatójunkat, ide a hüvelykujjunkat, és elkezdjük szépen-szépen tolni el egymástól, és lesz egy pont, amikor pak, szépen elenged az a kis fülecske, és akkor szétugrott a fizikai kapcsolat, utána óvatosan széthúzzuk, és akkor szét tudjuk szedni az elektromos kapcsolatot is. Összességében nagyon vegyes érzelmeim vannak így szubjektíve erről a motorvonatról. Egyrésztről nagyon jól néz ki, hogyha így a telepasztalon van és tényleg korhű szerelvények mellett ácsorog, viszont nem lehet elmenni a kis apró formai pontatlanságok, illetve a szinte érthetetlen kis lemaradt dolgok mellett, mint például itt ugye az elejénél láttuk a alapvető formai gondokat, illetve azt, hogy ott ugye a szélvédő üveg mögötti dolgok nincsenek úgy lefestve, ahogy azt elvárnánk. Mindenképpen pozitív dolog egyébként az új hanganyag, van benne például a magyar hangos bemondás, illetve nyilván nem egy digitál szint, de abszolút el tudom hinni, hogy egy talent van ott az ember előtt. Az árával kapcsolatban sajnos ez nagyon-nagyon magas árkategóriás ez a jármű. Korábbi verzió, ugye a piros, ami volt, az is elég borsos áron ment, ilyen 100 000 környéke volt annak idején, több mint 10 éve. Ez most itt 190 000 forint. Szerintem ez a szerelvény így nem a legjobb árérték kategóriában található most per pillanat. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!